Köszöntöm nézőinket, önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! A három évtizede működő Erdélyi Magyarok Tolna megyei szervezete fáklyás felvonulást és lármafagyújtást rendezett a Dunakömlődi Luzónium romkertjében, ahol az Őrtűznél történelmi, zenés, kulturális műsorral is készültek. Így ünnepelték Székelyföld autonómiájának napját. Fáklyáikat gyújtják október utolsó napján a Luzónium lábánál a parkolóban gyülekezők. Mindeközben tárogaton, ezen a különleges hangzású kuruc hangszeren játszik és erdélyi népdalokat énekel Bognár Cecil. Sötétedéskor lovas huszárokkal az élen elindult a látványos fáklyás menet fel a domboldalon. A Luzóniumba felérve Süli János, Orbán Attila, Szántó Zoltán és Bándi Imre meggyújtották az őrtüzet. Ezen a napon ezernyi őrtűz gyúlt a Székelyföldön és világszerte a Székelyföld autonómiájának napját ünneplők körében. Székelyföldnek autonómiát! Székelyföldnek autonómiát! A Székely autonómia érdekében Székely Nemzeti Tanács meghirdette, és mi ennek tettünk eleget valójában. Kiállunk a székelységért, a székely autonómiáért, és kiálltunk azért, hogy úgy, ahogy a Hargitán is hallják meg, tehát mai este ez többször is elhangzott, érezzék azt, hogy mellettük vagyunk, ott, itt vagyunk, és jelen vagyunk az őrtűzzel, tehát jeleztük, hogy itt vagyunk, jelen vagyunk, és támogatjuk őket. Ennek nagyon régi múltja van, hiszen a hegyek tetején a székelyek ezt használták, háború idején tűzjelzéssel adtak, füstjelzéssel adtak jelt, hogy jön az ellenség. Ez most valójában az egész világnak szól, hogy a Székelyföld jelen van, ezzel jelezzük. És maga az Erdélyi Magyarok Tolna megye egyesülete, ez a második alkalommal rendeztük meg itt Pakson, Luzónium tetején ezt a rendezvényt. Kapcsolatban vagyunk az összes erdélyi körrel szerte az országban, és számos olyan egyesülettel, akik hozzánk hasonlóan a nemzeti tudat erősítésén dolgoznak. És természetesen sok olyan erdélyi és elcsatolt területek más részein található szervezettel, akik fontosnak találják a nemzeti összetartozásért folytatott munkát. Itt ringadtak a bölcsőbe, e szép honnak szentőlébe. Én Istenem, jó Istenem, oltalmazó segedelmem. Örülök, hogy megint együtt lehetünk székely testvéreinkkel. Egy pár hete avattuk Paks a Táncsics Parkba azt a szép székely kaput, amire ugye az van írva, hogy egyvérből valók vagyok. És ez tény, ma este is erről adunk tanúbizonyságot. Az ünnepségen Süli János arról is beszélt, van olyan település Tolna megyében, melyen 300 éve élnek székelyek, és azóta is őrzik hagyományaikat. A Tolna megyei közgyűlés alelnöke, a székely származású Orbán Attila beszédében kiemelte, ők soha nem szakadnak el szülőföldjüktől, számukra nincs határon innen és határon túli magyar. Lassan immáron egy évtizede a Székely Nemzeti Tanács határozata értelmében október utolsó vasárnapján emlékezésre és imádkozásra gyűlünk össze. Fáklyákat és őrtüzeket gyújtunk meg, hogy emlékeztessük magunkat és környezetünket a székelyek szabadság szeretetére, a székely autonómia igényére, az önrendelkezéshez való jogért vívott folyamatos küzdelmünkre. Emlékezünk és imádkozunk ezen az estén. Szántó Zoltán Paks alpolgármestere is felszólalt a rendezvényen. Beszédében kiemelte a székelyek függetlenségi törekvéseinek támogatását. Szolidárisnak kell lenni testvéreinkkel, akik nemzetiségi jogaikat nem tudják maradéktalanul megélni. Ezért is fontos minden alkalom, amikor így közösen tudunk kiállni a székely autonómia ügye mellett. És ezért is írta alá nagyon sok paksi azt az európai polgári kezdeményezést, amelynek a sikere nagyban hozzájárulhatna ahhoz, hogy valóra válhasson a székelyföldi autonómia. Ezért a szívem a satárjai,
ünnepi műsort varázsolt a tűz mellé a Lusszoniumban a szaggató zenekar. Vezetőjük Kis Zoltán Erdélyből, a mezőségből érkezett az anyaországba Paksra. A Magyarországon élő székelyek barátai, szimpatizánsai is részt vettek az eseményen. A férjem itt dolgozik a paksi erőműben, és végül is Pakson ismerkedtek ők össze, és minden ilyen a Puliszka Fesztiválra és egyéb a székely autonómiával vagy a székelyekkel kapcsolatos rendezvényekre meghívnak bennünket. A Székelybálon is voltunk évekkel ezelőtt, amikor megrendeződött, és hát támogatjuk őket. Voltunk Erdélyben is, a Székelyföldön is, és olyan érzés volt, mint a hazamenne az ember. Vezesd még egyszer győzelemre néped, Csaba Királyfi csillag ösvényen. A teveli székelykör is megemlékezett a bukovinai székelyek hazatérésének évfordulójának alkalmából. Mindezek mellett pedig átadták a magyarság falát is, ahol az egyesület tagjainak ősei tekinthetők meg a helyi nemzetiségi házban. Két éve alakult a teveli székelykör. Legfőbb céljuk a hagyományok ápolása és továbbadása a következő generációknak. Az egyesület ezúttal a bukovinai székelyek hazatéréséről emlékezett meg, továbbá átadták az általuk magyarság falának nevezett emlékművet. Ma abból az apropóból jöttünk itt össze, hogy 80 éve ezelőtt 1941-ben döntötték el őseink, hogy kitelepülnek, hazatelepülnek, hazatérnek az anyaországba, Magyarországra, és így véglegesen elhagyták Romániát és Bukovinát, ott hagyták az állampolgárságokat, és hazajöttek a magyar állampolgárságukért. A kitelepedés nagy vágyakkal, egy jobb élet reményébe jöttek, hagyták el Romániát és jöttek haza az országra, de mint később kiderült, a háború, a történelem átírta ezt a menetet, és ez a 80 év nagyon keményre sikerült. Ugye letelepítették az őseinket 41-ben Bácskába, majd 44 őszén jött a nagyon fájdalmas menekülés, majd 45 tavaszán kerültek ide az őseink Tolna megyébe, Baranyába, és itt települtek le Tevelre. Utána az első évek megint a történelem viszontagsága miatt itt az együttélés elég sok fájdalmat, elég sok nehézséget okozott az itt élő sváb őshonos lakossággal, a székelyekkel, a betelepített felvidékiekkel, de hál' Istennek a mai napon nagyon békésen és nagyon jól élünk egymás mellett, és ma már együtt is. Két színje van a mostani lejárnak, két színje van, mint a nyárfa levélnek, gyönyörű szép szavaival hazudik a legénynek. Udvarom közepén van egy feneketlen tó, abba fürdik három fekete holló. A mai menetrendben meghívottak is vannak, több egyesület, szomszédos egyesület is részt vesz a mai ünnepségünkön. Hát igyekszünk azért méltóképpen visszaemlékezni erre a történelmi pillanatra, mert ez nagyban meghatározta az életünket. Itt gyakorlatilag fölépnek a cikóiak, a helyi német egyesület, van tevelő elszámadott énekesünk, hívtunk tárolatoművészt, akik reméljük, hogy mind úgymond emlékezetesebbé és szebbé teszi ezt a mai rendezvényünket. Az a térésnek egyéb dokumentáció, egy hivatalos trendje is volt, amit elvileg Bukarestbe állította ki az ott élő magyarok részére. Ez úgynevezett hazatérő dokumentáció. Na most egy pár évvel ezelőtt gondoltuk egyet, és ezeket a dokumentumokat elkezdtük összegyűjteni, megmentve a jövő nemzedék részére, ahol későbbiek folyamán bárki megnézheti, hogy esetleg a nagymamája, a dédnagymamája, a dédszülei milyen név alatt, milyen családi formában hogyan kerültek át Magyarországra. Ezeket a dokumentumokat összegyűjtöttük, főleg a székelykör tagságára fókuszálva, tehát akit lehetett és még megvoltak ezek az összegyűjtöttük, és egy úgynevezett magyarság falának hívjuk mi, arra kitettük, amely úgy indul egy maadéfalvi emlékművel, egy Teverre letelepített táblával, ahol az összes letelepített székely család neve szerepel, és mellette lévő dokumentáció, de főként mondom a székelykör tagjainak, őseinek vannak kirakva.
A Székelykő szervezettsége mostanában egy picit gyengébb, 82 azt hiszem a hivatalos létszám, de ebből az aktív létszám az egy picivel kevesebb, azt mondom 30 fő körül, akik az aktív, az énekkar tagja, meg az egyéb aktivistákat. Hárba az a madár, kinek párja nincsen, én es árva vagyok, jaj, mert nekem sincsen. A székely népdalok, az erdélyi irodalom és mesehagyomány fontos szerepet kap Vas András életében. A félig székely, negyedrészben csángó és partiumi magyar származású karmestert kisgyerekként Marosvásárhelyen a helyi filharmonikusok hangversenye különös módon elbűvölte. Ezért már akkor eldöntötte, mivel szeretne foglalkozni felnőttként. A hagyományok ápolását, az erdélyi magyar kultúra átörökítését fontos feladatának tartja. Vas András a Pannon Filharmonikusok állandó karmestere. Anyai nagyapja Kriszbai Csángó, míg anyai nagyanyja erdővidéki székely volt, apai ágon pedig városfalvi székely és párciumi magyar felmenőkkel rendelkezik. Édesapja Székelyudvarhelyen, Zetelakán élt, onnan került Marosvásárhelyre, édesanyja útja pedig Barótról vezetett Erdély közepébe. Vas András szerint ezek a gyökerek egyrészt identitást adnak, másrészt pedig felelősséget jelentenek. A karmester rendszeresen visszajár Székelyudvarhelyre a Székelyföldi Filharmónia hangversenyeit vezényelni. Legutóbb október 24-én az 56-os forradalom emlékére szervezett esten vezényelt. Megvannak a székelységnek a jellegzetes vonásai. Én magamon azt látom, hogy ezek úgy részben vagy nyomokban még talán léteznek, megtalálhatók. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mint minden más nép, nemzet, faj ezen a földön, a székelység is olyan szempontból minden más néphez hasonlít, hogy megvannak a saját pozitív, meg kevésbé pozitív vonásai. Tehát én azt gondolom, hogy nem vagyunk sem rosszabbak, sem jobbak, sem különbek senki másnál. Tehát ez nagyon, nagyon fontosnak találom, mert sokszor találkoztam Magyarországon azzal a kétféle megközelítéssel. Egyik az, amikor az embert így, hát, hogy is mondjam, lerománozzák, vagy így, hát, hogy is nem teljesen egyenrangú magyarként kezelik, de van a másik rész is, amit szinte nem tudok hova tenni, amikor úgy tekintenek az erdélyekre, mintha valahonnan a, nem tudom, valami másik dimenzióból érkeztek volna, és ott csak tiszta gondolkodású és becsületes és minden szempontból mint emberek élnének. Nem, ugyanolyan emberek élnek, mint bárhol máshol a világon. Úgyhogy hát kulturálisan biztos, hogy egyrészt a népzene is befolyásoló tényező, másrészt az erdélyi magyar irodalom mindenféleképpen, hát itt most Székelyföld, erdélyi magyar irodalom, itt sok mindent említek, de ennek számomra fontos Kós Károly, az elkerülhetetlen, fontos Kányadi Sándor, Sütő András, akkor az erdélyi zeneszerzők közül mesteremnek mondhatom, akinél tanultam, Csiki Boldizsár, idős Csiki Boldizsár zeneszerzőt, tehát hogy ilyen szempontból is van egy egyértelmű kötődés. Ugyanakkor természetesen az ember, amikor távolabb él attól a közegtől, ahol a székelység a saját maga természetes helyén létezik, az ember talán néha-néha egy kicsit másképpen tekint a saját gyökereire is, és olyan kérdéseket is néha-néha föltesz magának, amiket így lehet, hogy ha ott élnek, akkor nem biztos, hogy föltenne. Édesanyám kezdettől fogva a helyi templomban kórust vezetett, tehát nálunk a zene az adott volt. Édesanyám a Kolozsváron végzett a Zeneakadémián. Ő annak idején a
hitbeli meggyőződése miatt nem gyakorolhatta a szakmáját, mert a kommunista rendszerben választani kellett a pálya meg, vagy a hitbeli meggyőződés között, és ő a hitbeli meggyőződését választotta, és számára egyértelmű volt, hogy fontosabb a Jóistenbe vetett hit, mint a karrier, ezért hát így kottamásolóként, meg sportgimnasztika kísérő zongoristájaként élt sokáig, tehát ő így tudta használni az ő talentumait. Aztán, hát én egész a templomban találkoztam, aztán még kiskoromban már rögtön elkerültem egy szimfonikus hangversenyre, ahol Prokofiev 5. szimfóniáját játszották, hogy 6 éves lehettem, és akkor én rögtön elhatároztam magam, hogyha lehet így, vagy rögtön megfogott annak az egész jelenségnek, amit az élő zene, a klasszikus zene jelent, az egésznek a varázsa azonnal magával vitt, és akkor én elhatároztam, hogy szeretnék zenei pályára menni, szeretnék zenét tanulni. Mi otthon a gyerekeinkkel rendszeresen olvasunk erdélyi népmeséket, Benedekelek az szinte kötelező olvasmány, de ugyanúgy Kanyedi Sándor versei, gyerek versei. Tehát az erdélyi irodalom, mese, gyűjtemény és néphagyomány az jelen van a lakásunkban. Folyamatosan találkoznak vele a gyerekeink is. Ez egyik fele. A másik fele az, hogy próbáljuk a gyerekeinket is Isten hitre és Istenbe vetett bizalomra nevelni. Ugyanakkor ebből a gondolkodásmódból és ebből a szemléletből fakadó felelősség szerint eljárni a társadalomban is. Most nagyon sok, tehát azt kell látni, hogy a Covid mentén nagyon sok munkahelyen az embereknek a többségé, életének a többségében sokféle nehézség adódott. És az ezekkel való megküzdés az nem mindenkinek megy a legkönnyebben. És az is egyfajta felelősség, hogy az ember megpróbál segíteni ott, ahol tud. És ez a segítségnyújtás a helytállástól kezdve mindazokra a területekre kiterjed, ahol nem csak szakmai, hanem egyfajta emberi segítséget is tudunk nyújtani, lelki segítséget is. Abból a célból, hogy mindannyian a lehető legjobban jöjjünk ki ebből a helyzetből. Tehát nagyon összetett ez a kérdés, és hát nyilvánvalóan megkerülhetetlen az a téma is, ami a személyes hitelesség kérdése, mert tulajdonképpen az ember bármit tesz, hogyha nincsen mögötte hitelesség, akkor az nem igazán hatékony. Hát ezzel nehéz megküzdeni, folyamatosan dolgozni kell rajta, ezt tudom mondani. A bátaszéki székelykórus a bukovinai székelyek népdalkincsének méltó őrzője és átörökítője több generáción keresztül. A helyiek évek óta készültek arra, hogy saját tájszobákba mutathassák be örökségüket, kincseiket Bátaszéken. Az idén átadott székelyek háza nagy termében próbál mások mellett a kórus is. A bátaszéki székelykórus elődjét, mely 1970-ben alakult újjá a Tolna megyei településen, dr. Németh Kálmán még a bukovinai József falván alapította 1932-ben. A jelenlegi kórus a Székelyek háza nagy termében próbál, melynek falain őseik története elevenedik meg a 14 stációból álló Székely keresztút faragott táblaképein. Édesapám volt bukovinai származású, ott született édesapám 37-ben József falván, őtőle örököltem ezt az identitást. Nagyapám az hadikfalvi származású volt, József falvára nősült, elvette a nagymamámat, lett 9 gyerekük, de sajnos a 9-ből csak 3 maradt. Ugye abban az időben nagyon nagy volt ez a gyerek halandóság, és akkor 3 maradtak életbe, egyik az én édesapám volt. Nagyapám József falván volt kántor,
arra nagyon büszke voltam, vagyok is, de még ott Bukovinában meghalt, mielőtt leégett a... Nem, miután leégett József falva, mert ott kint egyszer leégett. Akkor ide kerültek a nagymamámék, és az apukám elvett egy bátaszéki származású hölgyet, az anyukámat, és akkor mi lettünk hárman testvérek, három lány testvér. Közülünk csak engem érdekel a székelység, másik kettő nem foglalkozik vele. Az 1970-es újjáalakuláskor még csak asszonyok énekeltek a népdalkörben, de mivel egyre több férfi csatlakozott hozzájuk, mára már bátaszéki székely kórusként szerepelnek. Erre a magra épült a Székely Baráti Kör, mely 1989-ben alakult, és elnöke 30 évig Kismődi István volt. Apailag, anyagilag is mind a kettő józsefalvi származású. Az anyai nagyapám az egy kétszeres katonaviselt bácsi volt, ő még 72-ben halt meg, de ő volt az első világháborúban is volt ott Lengyelországban, azon a kimondhatatlan nevű Premislnél, még ott is részt vett valamit harcokba. Igazi fölművelő ember volt. Jó lovai voltak mindig, illetve én már csak az utolsó emlékszem a Juci nevű lóra, aki rugott halapot és senkit se tűrt meg maga mellé, de az öregnek minden szavát értette és ismerte, és úgy is viselkedett, úgyhogy igen, itt kaptak egy házat Bátaszéken, amikor 45-ben itt letelepettünk. Letelepettek ők, mert akkor én még nem voltam, és akkor édesanyám is kapott egy csikót ajándékba. A másik nagyapám az meg világjáró ember volt, ő kétszer volt Amerikában. Igaz, másodszorra már szegény valami baleset következtében már nem tudott úgy dolgozni, és lesérült, és el kellett adni egy tehenet, hogy haza tudják hozatni, mert a saját pénze nem tudott hazajönni. Ő már itt halt meg Bátaszéken. Ugyan ő már azt hiszem 91-ben született, 1891-ben, és 48-ban halt meg Bátaszéken, itt is van eltemetve. A bátaszéki székelykórus a bukovinai székelyek népdalkincsének méltó őrzője és átörökítője több generáción keresztül. Egy pár évvel ezelőtt azért volt jó pár fiatal. Én óvónő voltam, most ebben az évben már elmentem nyugdíjba, de akkor abban az időben több olyan óvodásom volt, akit oda tudtunk csalni. Ugye szülő is székely identitású volt, és akkor jöttek a szülőkkel együtt énekelni. 3-4 ilyen volt. Aztán a kórusba, akik szerepeltek, azok között is voltak olyanok, hogy apa, anya hozták vagy az unokát, vagy a gyereküket. Úgyhogy akkor még régebben több volt a fiatal. Most sajnos nem mentem férhez. Úgyhogy az óvodásaim között inkább továbbadtam, mert ha tanultam egy olyan éneket, vagy tanítottam a kórusba egy olyan éneket, ami oda passzolt a gyerekek közé, akkor azt elénekeltem. Karácsonykor ugye több karácsonyi éneket, az szinte mindegyik belefér oda, az sokat énekeltem a gyerekeknek. Úgyhogy az ének szeretetemet az biztos, hogy onnan örököltem a családba. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!